Mi olyan vicces? A kutyákban. Juhász kutyám van egyébként, Batyaknak hívják. Gondolkodtam a Gyulán is, és akkor Juhász Gyula, de... Ez már erős lett volna. Batyaknak hívják. Igen, mert olyan furcsa neveket tudnak adni az emberek a kutyáiknak. Ugye ilyen, mi szokott lenni? Ilyen Buksi, Cézár, ugye salátáról nevezni el a kutyát. Cézár, Rektor, Hektor. Rektor, dékán, gyere ide, dékán. Adunk is, ide hozzá. Azt észrevettem, hogy egy csomóan kajáról nevezik el a kutyájukat. Ugye Cézár, akkor Kifli, Zsömle, Morzsi, Bodza. Szóval ez egy kajáról kutyát elnevezni, ez ilyen kínai. Az enyém az Latyak, de már volt Szatyor, már Lutyók, már mindennek nevezték. Latyak fajtáját tekintve Border Collie, nem kell megjegyezni. Erdőben mindig információs sokkot okozok, amikor sétáltatom. Mindig nénik kérdezik, hogy jaj, de helyes kutya ez milyen? Mondom, ez Border Collie. És most már így váltottam, kérdezik, hogy milyen fajta, mondom, ez albán csirkepásztor. És azt hogy? Hát mondom, napos csibe kikelőt, látja meg legelőször, azt megy utána. Most a kutyaiskola nagyon hasznos egyébként a jószág nevelése szempontjából, mert alapvetően hazahozol egy kiskutyát, két dolgot látsz. A. Szétkapja a lakást, de egy papucshoz is úgy tud közelíteni, hogy jön megy a lakásba, és keresi magának az ellenséget. Meglátja a pacskerodat. Hozzám beszélsz? Hm? Vigyázzál, van ott egy kis mika. És már nincs papucsod, a másik, hogy ás a kutya. De olyan elánnal, én emlékszem, amikor az enyém kicsi volt, hívtam, Latyak, nem érek rá, be kell fejezni 10-kor műszaki átadást. Na mondom, gyere már, kaja, ja, jövök, és jön. És ezen meglepődsz, hogy ás a kutyád. Pedig mennyivel korrektebb lenne egyébként a kiskutya részéről, hogy így elhozod 8-7-esen, beviszed a kertbe, és így előre elmondja az elképzeléseit. Nem, hogy azok a tulipán, hogy megkondan kijönnek. Oda meg egy még garázst álmodok. Ugye, és akkor nincs nézeteltérés. És én idomítottam a kutyámat, próbálkoztam. Azt mondták, hogy virslivel nagyon jól lehet idomítani a jószágot. Beveszel a szádba kis jutifalit, virslit, vagy valami mást. Virslit, kezicsóka. Beveszed, és így cicegsz a kutyának, hogy... És akkor a kutya oda néz, látja, hogy kaja van a szádba, oda jön, és akkor bele kell ejteni az ő szájába a virslit, és akkor onnantól kezdve, hogy erre a hangra mindig rád fog nézni a kutya. Kipróbáltam. Minden jól ment, egy pici probléma volt, a kutya nem várta meg, míg kiejtem a számból. Hanem így 40-en rohanva lesmárolt. A másik, ilyen szép élményem, a kutya oktató könyv. Azt olvastam a kutya oktató könyvben, hogy a kutya idomításhoz nagyon határozottnak és magabiztosnak kell lenni, ezért néha tükör előtt is gyakorolni kell. És én tartottam ilyen száraz edzéseket, megálltam az előszobába a tükör előtt. Ül! És olyan jó vagyok volt, hogy leültem. Illetve hát juhászkutya treníroztam juhokra is, egy haveromnak vannak birkái, elvittük hozzájuk. Hát nem nagyon mozdult rá a birkákra, úgyhogy most ráraktam a kutyát szimulátorra. Fehér gyapjú pulóverben szaladok előle. Az úgy működni láncik. És az igazán jó kutyák már kézjelre tudják, hogy mi a teendő. Ezzel egy pici probléma van, a rossz beidegződés, mert az egyik haverom a Tiszán képezte ki a kutyáját nyáron, és sok volt a szúnyog. És náluk így van az, hogy fekszik. Szervusz, Dorka! Szervusz, és szervusz, Ági! Sziasztok! Vendégünk dr. Sátori Ágnes, viselkedés terapeuta, állatorvos és szomszédom. Tehát Ági közelről látta ezeket a kutyás rámokutásaimat Latyakkal, sőt lehet, hogy pont ezt a virslis dolgot tőled hallottam, nem? Hogy a szádba kell tenni. Épp akartam kérdezni, ki mondta ezt. Mert hülyeség? Nem hülyeség. Egyébként ez egy régi technika munkakutyás vonalról, hogyha szép lábnál követést akarsz tanítani, akkor használjuk így a hétköznapi kutyás gyakorlatban, én ritkán szoktam ilyet kérni. Várj, szép lábnál követés, vagy szép lábnál követés? Nem szép lábat követ a kutya, hanem hogy szépen jöjjön melletted. Igen, annál szoktuk inkább használni.
Aha, hát én kaptam Latyaktól egy nyelves. Csókot. Igen. Hát hogy a fogaim az első férfi az életemben. Akivel idáig jutottam. Azért hívtunk téged, Ági, hogy a kutyákról beszélgessünk, illetve számos hasznos olyan tippet vagy támaszt adjunk azoknak, akiknek már van kutyája, vagy azoknak, akik fontolgatják, amikkel így kicsit közelebb kerülhetnek ehhez a jószághoz, és megérthetik azt, hogy milyen összetett dologról van szó, amikor kutyát választanak. Igen, a magyar gyakorlatban általában ez úgy néz ki, hogy hozunk egy kutyát, utána elkezdünk gondolkozni rajta, hogy mit hoztunk haza. Igen. Jó, tehát rögtön innen indíthatnánk, hogy válasszunk. Jó, tehát, hogy válasszunk kutyát, és előtte gondolkozunk, utána vigyük haza. Képzeld el, én rájöttem egyébként, hogy én, mint kutyatartó, hol buktam meg, hogy a kutya az egy olyan lény, akit érdekel a világ. Én meg olyan, akit egyre kevésbé. És hogy minden reggel örül annak, hogy reggel van, meg nem tudom, hogy minden oda mindig... rohan rá. Igen, úristen, megjöttem, tehát hogy még 12 év után is megjössz, úristenem, hiszem. És hogy lehet, hogy nekem olyan kutya kéne igazából, hogyha elmegyünk sétálni, akkor én várjak rá. Van ilyen. Tudom. Az egyébként a kosarat. Valahol a retriever és a fóka között. Azért a korai szám. Igen. És mindig ilyen rettenetesen extrovertált kutyák voltak nálunk, mert hogy a feleségemnek fontos, hogy lehessen vele menni futni, ez egy fontos szempont volt, te tudod, Ági. Igen. Csak az a baj, hogy mi hetente kétszer futunk, a kutya meg minden nap futna. Igen, ezt általában benézik egyébként a gazdák, mert mindenki ebből indul ki, hogy majd igazodik hozzám. Egyébként a kutyák baromi jól igazodnak hozzánk, tehát hogy abban szerintem, aki elkezd így profi szinten kutyázni, az nagyon gyorsan látja mondjuk állat és állat között a különbséget, nem most a kutyáról, mint fajról beszélünk, de mondjuk ha macskát tartanátok, akkor veszek átértékelnél egy pár dolgot te is. Azért a macska tartana minket egyébként. Ez így van, igen. Simán lehet. Igen, de hogy a kutyák zseniálisak abban, hogy alkalmazkodnak, mert meg tudja szokni azt, hogy hetente csak párszor futunk, igaz, akkor a kerted látja a kárát, de hogy azért ők alkalmazkodnak, a többségük. Uh-huh. Egyébként a kutyaválasztás az mondjuk a mi esetünkben úgy zajlott, nekünk volt egy erdélyi kopónk jó régen. Az mit jelent? Az egyik legszökősebb fajta. Ez így, ahogy mondod, minden héten háromszor kitúrta magát a kerítésen, és én a testvéremmel meg a szüleimmel kerestük őt, de hogy az jutott eszembe, hogy amikor a szüleim választották ezt a kis kopót az alomból, akkor ők úgy döntöttek akkor, hogy azt figyelik, hogy melyik az a kiskutya, aki a tejfölös pohárra a legkésőbb reagál, és nem tudom, hogy mi volt ennek a... De volt tejföl a pohárban? Volt, illetve hát nyilván valami maradék, és... Már bíztak benne, hogy elolvassa a feliratot. Lejárt. De hogy tényleg az volt, hogy amikor a csahost kiválasztották, illetve ők azt mondták, hogy valójában a kutyus választotta ki a szüleimet, és ez milyen csodálatos kis egymásra találás, de hogy ebben tényleg van-e valami, hogy a kutya érzékeli, hogy... Megállta benne a balekokat, tudom. De hogy ez hogy működik, mert mi azt gondoljuk, hogy hát tényleg egy románc születik ilyenkor a kutya és az ember találkozásánál, de hogy ez nem ennyire bonyolult, vagy? Is, meg nem is. Tehát, hogy inkább azt lehet mondani, hogy egyrészt a szüleid egészen jól gondolkodtak a tejfölös dobozvonalon. Nálunk a Big League-ből az öreg Big League így lett választva. Teljesen ehhez ellenállási irányába mozzuk rá. Nem, amikor én láttam őket, 5-7-esen láttam először az almot, akkor teszteltem egyet, utána 8-7-esen megnéztem őket megint, és a Big League is vadász. Igen. Hasonlít némileg az erdélyre, és mi csapát fektettünk nekik krémsajttal, ami azt jelentette, hogy megnéztük a 8-7-es kölyköket, hogy melyik az, amelyik, ha megérzi a krémsajt szagát, akkor le az orrát, és mint akit zsinóron húznak, megy, és azt rögtön kizártuk a választási listából. Izgalmas! Azért, mert hogy azok nagyon jó vadászkutyák lesznek, de nem biztos, hogy családi kutyának ideális lenne. Szóval mi így választottuk ki Bumerángot, aki egyébként buboréknak indult, ezt jelzem, hogy... Második alom. AB. Nem, azért, mert hogy a buborék olyan viccesnek tűnt elsőre, és rögtön az első nap meglépett a szomszéd kertbe. Ugye gondoltuk, hogy a buborék az igen gyorsan elszáll, ekkor lett bumeráng belőle. Visszajön. Úgyhogy bumeráng, így lett bumeráng, és egyébként viszonylag
Vannak, tehát vannak vadászösztönei, de nem olyan durvák, mint amit egy igazi, mondjuk munkára való biglitől várnánk, de hogy a választásban benne van az, hogy tud, hogy milyen fajta. A másik meg, hogy én is hiszek abban, hogy a kutya azért nagyon sokat leolvas rólunk, és szerintem ez nem annyira misztikus dolog, csak egy csomó olyan dolgot lát, amit mi nem. És érzékel olyan dolgot, rezgéseket, hogy kivel lesz igazából egy hullámhosszon. Én ezért vagyok nagyon ellene annak, mikor valaki ajándékba választ kutyát, meg valaki másnak választ kutyát, mert hogy tök fontos a személyiség. A kutyáknak is van személyisége, meg nekünk is. És ezek akkor a legjobb, hogyha összepasszolunk. Ajaj. Hú, én ezt akkor tudtam meg, amikor lett Guszti, latyak után, és így megtudtam, hogy úristen, kutya és kutya között mekkora különbség. Igen, de Gusztinál én emlékszem az első beszélgetésünkre, amikor a fajtán gondolkoztunk, és hogy igen, és jó legyen, és okos legyen, és futni lehessen vele. Igen, és a border collie már túl vannak tenyésztve, de kéne valami hasonlóan valami értelmes. Valami hasonló agyos értelmes, kutya. És egyetlen egy dolgot kértem tőletek, csak nem munkavonalasat. Ez, ha jól emlékszem, ez az egy, amit sikerült megugrani, igen, hogy az lett. Igen, egy Münsterlandi vizsla. De ott is a legszelidebb volt, vagy a leglustább volt az alomból, és a többi elment vadászkutyának, és egyedül Guszti került olyan családhoz, ahol nem vadászunk, de ő megoldotta magának. És különböző kisebb élőlények formájában, illetve drótkerítés, mászás és buszozás. Fölszállt a buszra, persze, elment a gyógyszertárig. Beszállt, akkor mindig benne volt a helyi ízébe, Facebook csoportban. Guszti buszozik. És kire? Egyébként azt mondtad, hogy a kutyáknak is nyilván nagyon sokféle érzék szervük úgy működik, vagy működik úgy, hogy le tudják azért detektálni az esetleges valós jelöltet, aki majd a gazdájuk lesz, de hogy egyszer azt olvastam, és sajnos nem tudom hol, hogy a kutyák az orrukat úgy használják, hogy az egyik orrukon bemegy valami, a másik orlukon meg kijön. Az influenza. Hogy ez egy gyerekekről szól. Illetve a borsó főzelék. Nem, de hogyha meg... Nem. Szóval, hogy ez úgy van, hogy egyébként félig meg, jól emlékszel. Szóval nem az egyik embe másikon ki, hanem hogyha megnézed a kutyáknak, nem úgy zárt az orrik, mint nálunk, hanem van egy pici bemetszés rajta. És a levegő egy része befele megy, egy része meg egy ellenárammal jön kifele. És ezért van az, hogy ők folyamatosan frissítik a szagokat. Borzasztó nagy a szaglóhám, és nagyon sok sejt van benne, ami érzékel, sokkal több, mint nekünk. Viszont nincs olyan szagvakságuk, mint az embernél, hogy bemész, és mondjuk első pillanatban elkapsz egy parfüm illatot, és durván két perc múlva szerintem már úgy se tudjuk, hogy mi az, meg hol van. A kutya az folyamatosan frissít, tehát ez egy elég nagy különbség. És én azt is olvastam, hogy az orrlenyomatuk a kutyáknak ugyanolyan egyedi, mint nekünk az orrlenyomatuk. Ez olyannyira így van, igen, hogy régen a rendőrségi kutyák az egyik azonosító volt. Én még diákként dolgoztam ilyen területen, és akkor egy-egy kutyától vettünk orrlenyomatot, úgy, mint az embertől az újrlenyomatot. Itt van egy ilyen kis henger, és hozzád görgetik az orrukon. Gyere, mancs! Úgyhogy, nem a kezed! Úgyhogy, mindenbe belüti az orrát, akkor meg lehet nézni. Igen, nem tudom, valaha valaki visszaellenőrizte ezeket. Egyébként egy jó kérdés, de... És van egy orrlenyomat? Tényleg, és bűnöző kutyák valahol is vannak, akiknek az orrlenyomatuk. Tehát aki hát sokat van egy be... két kutya, akinél nem ártana, de most már szerintem a csíp az sokat egyszerűsít a helyzetet. Igen, tényleg. Embernél még nem, de kutyák nem. De ez a bűnöző kutya, hogy Ferenc pápa azt mondta 2014-ben, hogy a kutyák is mennybe juthatnak, és hogy a paradicsomban van hely a kutyáknak, és én ezzel kapcsolatban két dolgon gondolkodtam, hogy akkor valószínűleg a pokorra is juthatnak. Tehát ha van bárkinek olyan francia buldogi, aki ugyanazt a kispárnát pocsékolja már 3 éve naponta többször, akkor lehet tudni a kimenetet. Másrészt meg, hogy Ferenc pápával szemben, hogy megnéztem például, hogy a Biblia összesen 35-ször említi a kutyákat, de egyszer se pozitív értelemben. Tehát, hogy a Bibliának egész más véleménye van a kutyákról, mint Ferenc. A szakirodalomban nem biztos, hogy én beválogatnám, de nem, nagyon sokat változott. Egyébként a Biblia ugye egy elég régi mű, de hogy a szakirodalom az elején említetted ezt a dominancia kérdést, szóval, hogy ebben már azért úgy jócskán ellépett, tovább ment a szakmai megközelítés, szóval ezt a dominancia dolgot ma már így elengedjük, vagy tényleg? Másképp viszonyulunk hozzá. Hála az énnek egyébként. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy egyenrangú, nem egyenrangú.
egyenrangú, de ezt a dominancia dolgot végre már kezdjük elengedni. Hát egy-két vezető tréner még nem. Úgyhogy azon küzdünk is derekasan, mert a média az viszonylag elég érdekesen szokta támogatni ezeket az irányokat, de hogy elég nagy gebaszt csinált ez az egész dominancia megközelítés, annak megvan a háttere, hogy honnan jött ilyen farkasos tanulmányokból, amik már eleve fals eredményeket hoztak, és aztán arra sikerült ráépíteni mindent. Szóval gutyáknak nagyon érdekes az, ahogy ők élnek, az emberi család az az ő természetes élőhelyük, szóval ez ma már etológiailag egy elfogadott tény. A másik meg, hogy egy dinamikus rendszerről beszélünk, szóval én nem gondolnám, hogy én nekem le kell dominálni otthon bumerángot, azt se gondolom, hogy az, hogy felfekszik a kanapéra, az egy felém irányuló domináns törekvése lenne, imádok kanapén lógni, semmi másról nem szól. És egyébként nagyon jól tudja, hogy én jövök haza, hogy a férjem, mert abban a pillanatban, hogy a férjemnek hallja a lépteit, mert ő már nincs is a kanapén, úgyhogy... Szóval, hogy semmi köze ennek ilyen értelme dominanciához, és hála az égnek, mert nagyon-nagyon sok bajt hozott össze ez nekünk, mert nagyon sokan beleálltak abba, hogy nyomtak meg kutyákat, már olyan értelme, hogy pszichésen megpróbálták ledominálni, össze lehet vele törni egy kutyát. A másik meg, hogy amit látunk így a gyakorlatban, hogy egyszer-egyszer ezzel a dominanciával mondjuk, hogyha ledorongolsz egy kutyát, aki valamiért visszaszólt, akkor... per pillanat úgy tűnik, hogy működik, viszont van olyan, amikor mondjuk egy durván két év múlva fog úgy neked fordulni, hogy az teljes meglepetés ereje lesz, vagy egy másik embernek, akinek lepasszoltad a kutyádat. Ja, szóval, mert hogy megtanulja tőled, hogy ez a... Hát nem is, az megtanulja azt, hogy ha ő nem reagál időbe, akkor te mit fogsz csinálni, és azért legközelebb időbe fog reagálni, adott esetben kihagyja a figyelmeztető jeleket. Mindig a gazdák szokták érdekesen reagálni, vagy szoktak rá reagálni, hogy én mikor kérdezem, hogy mit csinál a kutya, és mondják, hogy már morog rám, meg csúnyán néz, mondom, hála az égnek, és nem értik. És igen, akkor szoktam mondani, de könyörgöm, szól előtte, mielőtt leharapná a kezedet, szóval, hogy örüljünk ennek, és ez persze nem azt jelenti, hogy most erősítsen meg abban, hogy ő morog, de az se jelenti, hogy töröljük ki ezeket a jelzéseket, mert azzal az alap, ma már érzelmi állapotokról beszélünk kutyánál, és az érzelmi háttér megváltoztatása a cél mindig, tehát, hogy jól érezze magát ő is mellettünk. Egyébként pont ahogy meséled ezt a dominancia kérdést, eszembe jutott, hogy egy ismerősünk mesélte, hogy volt nekik egy nem retrieval, egy rottweilerük. Uh-huh. És mekkora különbség? Igen, óriási. És a rottweiler az ő meggyőződésük szerint úgy működött a családban, hogy a feleségtől kapta mindig a vacsorát, és egyszer történt az, és így ők azt gondolták, hogy mindig a gazdasszony az, akinek igazából szót fog fogadni a rottweiler, és egyszer az történt, hogy mesélték, hogy valamin összekaptak a konyhában a férj és a feleség, és egyszer csak egy egészen más rottweiler állt, hát négy lábon szembe gyakorlatilag velük, szembe velük, de védve a feleséget. Uh-huh. Hogy nehogy esetleg a férfi bármilyen szinten agresszióban forduljon, mert akkor ott hát kőkövön nem marad, de hogy ez tényleg így van, hogy a kutyák tudják, hogy akiktől kapják az ételt, na arra nagyon kell vigyázni, vagy ez egy nagyon tévhit. Igen, vagy csak egy ilyen függés. Igen, szeretjük azt. Igen. Nem tudom, szóval ennél egy kicsit bonyolultabbak a kutyák. Az, hogy kitől kap enni, azzal építesz természetesen kapcsolatot, méghozzá alapvetően jó kapcsolatot szoktunk építeni, de az, hogy megvéde engem mondjuk a férjemmel, vagy egy gyerekemmel, vagy egy tök idegennel szembezni, ha ennél bonyolultam. Nagyon... Így van. És nagyon érdekes felvételeket lehet látni kutyákról, akiről azt hiszük, hogy megvéd, majd jön egy álbetörő, és aztán én védem meg a kutyámat, jelleggel működnek. Szóval, hogy a kötődés, meg az, hogy most kit kezdek el megvédeni, vagy hogy adott esetben ki mellé állok be, vagy kivel állok szembe, ez egy kicsit összetettebb ennél. A magyarországi gyakorlat az, hogy alapvetően a nőket edik a kutyákat. Hogy ez se egy olyan rendkívüli dolog, legalábbis a mi felméréseink szerint. És ez erősen épít kötődést, meg jó kapcsolatot. Az meg, hogy egy csomó kutya nem bírja a feszkót otthon. Az is egy ilyen alap dolog. Nekem annyira nem bírja például a bószeron, hogy a két bigli, amikor csak játékból hörög-morogna, abba is közé szokott állni, mert nem szeretik. Tehát van egy bószered és két bigli? Bószeronom van. Az egy juhász. Jó, nem is hallottam. Az egy hatalmas kutya, mondjuk a biglihez képest mindenképpen. Na, ő például nem nagyon bírja a feszültséget, például azt se bírja, hogyha a macska fölmegy az asztalra. Hát ezt én sem. Nagyon sok állatuk van egyébként, itt újabb
és ugye jön a papagáj, meg leosom, rendek meg törzsek fognak előkerülni. Hát azért ennyire nem, de például a bosszaron ő nagyon-nagyon szabálykövető, és például tudja azt, hogy az asztalon járkálni tilos, tudja azt is, hogy tilos a kanapén lenni, úgyhogy például, ha egyedül vagyunk otthon, és a biglik beosonnak és felmenek a kanapéra, akkor parfé jön és szól nekem. Parfé. Szóval gyakorlatilag árulkodik is. Igen. Ó, de úgy, de csak egy kicsit örmesterkedik, nem bírja. Hogy nektek is volt egy ilyen, hogy a biglik csentek ezt-azt. Előfordul még most is. És hogy nekünk guszti, hogy nem lehetett a teraszasztalon semmit elölhagyni, mert mindent leszedett. A feleségem napszemüvegét leszedte meg rákcsálta, tehát hogy ilyen elképesztő károkat okozott, meg idegeskedést, és akkor kaptuk Ágitól a tippet, hogy meg kell lepni a kutyát, tehát hogy történjen valami váratlan. De abban akkor, a pillanatban, amikor ő éppen valami fontos, hogy volt, akkor 2 másodpercen belül kell ilyenkor lépni. Igen, és hogy vagy valami rettenetes csörömpölés legyen, vagy nem, vagy izé csili. Vagy ezt, víz. Vagy, igen, vagy víz. És mi kikentünk, úgy mentünk le nyáron a strandra, hogy nyaralóban a teraszasztalra raktunk ilyen csilivel kikent joghurtos poharat, és mire visszaértünk, fényesre volt nyalva a joghurtos pohár, semmi, tehát semmi, viszont másnap sétáltatáskor a kutya vöröset fosott másnak a füvére, amit nekem kellett utána egy kikopírgálnom. Igen, ez a csili dolog érdekes, mert a csilinél az, hogy mit, hogy érzékelünk, az részben a receptorainkon múlik, tehát nekem például a papagájok, azok rendszerint marokra van fogják papagájok a csilit, és jól betolják egyetlen menettel. Szóval a csilit én nem szoktam kutyáknál pont ezért úgy nagyon erőltetni, mert nem mindig, de például, hogyha véletlenül a kerti kutyáknál is a slaggal az ember ugye, vagy beállít egy mozgásérzékelőt, és levédi kvázi azzal az asztalt. Ugye alapvetően kutyázásban jutalmazással tanítunk. Van olyan, amikor a meglepetés erejét ki tudom úgy használni, például azzal, hogy egy slagra ráállítok egy mozgásérzékelőt, és amikor belép egy adott zónába, akkor nyakon küldi hideg vízzel, és ezzel le tudok védeni mondjuk macskától, a kutyától egy-egy területet. Én azt gondolom, hogy azért ez még messze nem az úristen, büntetjük a kutyát kategória, viszont meg tudok védeni más élőlényeket, és ez például működhet, és azért jó, mert nem a gazdához kötött. Tehát nem az van, hogy oda megyek, leordítom a fejét, és akkor igazából rombolom kettőnk kapcsolatát is, meg plusz vagy működik, vagy nem. A meglepetés ereje az néha igen sokat számít. Amit érdemes még tudni, hogy a kutyák mindenből tanulnak. Abból is, amit csinálsz, meg abból is, amit nem. Tehát egy-egy alkalomból is lehet olyan dolgokat tanítani, amit utána később nagyon nehéz utána visszacsinálni. És meddig kell egyébként odafigyelni a kutyára? Mert én emlékszem, tehát Latyak, még nem volt gyerekünk, és hát akkor ő volt a tesztalany, tehát hogy tehát ott masszívan olyan foglalkozáska volt vele az első 2 évben, ami aztán egy életre meghálálta magát. Igen. De tényleg, és nyilván Gusztival már a 3 gyerek egész máshoz szegény a helyzet. Kutyába se vettük. És, de tett róla utána. Igen. És ez az, hogy ez, rögtön igen, láttuk is az eredményt, hogy mi az, ameddig nem egy éves kor, 2 éves kor? Szerintem nincs ilyen. Tehát, hogy egy kutyával élete végéig igazából foglalkozni kéne a kutyáknál. Amíg az alapokat belerakod, az tényleg az első, hát ha legszigorúbban veszem, akkor az első 3 hónap. Tehát, hogy az első 3-4 hónap az olyan szinten meghatározó, mint mondjuk a gyerekeknek az első 2 év. Igen. Utána viszont belerakja az ember azt, amit az együttéléshez fontos, hogy belerakjunk, a szabályokat, meg a többit, és utána nagyon gyakran lehet látni, hogy a 3-4 éves kutyánknál így bele kényelmesedünk, hogy már gondolatomat is látja, már nem csinálok vele semmit. És igazából ez nem jó. A kutyánk azok érdeklődnek a világ iránt általában, és tök jó dolog ezt kihasználni, és adni nekik ingereket. Nagyon egyre több idős beteg van, és itt az idősek akár azt jelenti, hogy 14-15-16 éves kutyákról beszélünk, macskáknál akár ilyen 20 környékiről, és még ők is ugyanúgy képesek tanulni. Tehát nem egy olyan beteg van, akinek mondjuk felmerül a demencia, kutyánál ugyanúgy van demencia, mint embernél, ráadásul ilyen Alzheimer jellegű, és ott is szoktunk még új dolgokat tanítani. Tök újakat. És egy 13 éves kutyát is el tudsz kezdeni tanítani. És egyébként imádják. Egyébként az, amit most mondasz, hirtelen másra gondoltam, amikor mondod, hogy öreg kutyák. Én az öreg emberekre gondoltam, mert olvastam egy tanulmányt, hogy a kutya és a macska tartás az jelentősen javítja azt, hogy az emberek milyen sokáig tudnak élni, vagy egészségesebben tudnak élni. Igen, hát például kuvaszod van, akkor lehet, hogy hamarabb meghalsz, mint gondolnád.
vagy épp nem. És azt írja utána az elemzés, hogy egy 2005-ös cikkben nem sikerült megerősíteni a korábbi egyértelműen pozitív eredményeket az idős emberek esetén, magyarán, hogy ez a túlélési esélyeket növeli. Az viszont kiderült a kutatásból, igen, hogy azok a gyerekek, akiknek volt otthon kutyájuk, sokkal kevesebbet hiányoztak az iskolából. Uh-huh. És hogy ez például, hogy ugye azt látjuk, vagy azt halljuk, én sokszor láttam ilyen videót, és egyébként olvastam tanulmányt is, hogy az idős otthonokba például sok macska, vagy macskát visznek be, mert ők állítólag érzékelik azt, hogyha valaki meg fog halni, ezt én nem tudom. Én dolgoztam ilyen macskákkal, úgyhogy igen. Igen. És a kutyák is kifejezetten jótékony hatással vannak arra, hogy esetleg azt tudom, hogy akár a vércukorszintet is érzékelhet. Hát mindenfélét. Tehát, hogy én dolgoztam, mert volt egy alapítványunk, még 2000-ben hoztuk létre, aztán most már megszűnt, de hát 11 akárhány évig vezettem ezt, és dolgoztunk terápiás állatokkal, nekem a két labrador vizsgázott terápiás kutya volt. Tehát tényleg van ilyen, hogy a macskák érzékelik azt, hogy ha valaki haldoklik, terminális szakaszban van, tehát ott már nagyon kezd befordulni, nagyon sokszor láttuk ilyen, hogy a macskák nem mindegy, milyen macska. Jó? Tehát, hogy terápiás el, hogy macskák, akik kvázi azért, és nem is az, hogy tréningezve vannak rá, inkább az, hogy úgy vannak választva, és bizonyos szabályok és viselkedéselemek meg vannak nekik tanítva, de hogy ők önként ülnek ilyenkor oda, ilyenkor az embernek nagyon szűkül be már, és kezd egy kicsit befele fordulni az érzékelése, és a macskának a dorombolás az nagyon jól tud nekik hatni, és ilyenkor ők letelepedtek ott, és maradtak. Kutyák is egyébként tudnak hasonlót, és nem mindegy, hogy milyen kutyával dolgozunk, mert a kutyáknak is megvannak a preferenciái, tehát attól függ, hogy milyen csoporttal dolgoztunk, volt kutya, ami a gyerekekkel találta meg a hangot, volt, aki az idősekkel dolgoztunk, skizofrénekkel, meg gerincsérültekkel, sok területen dolgoztunk a rehabban is, és nagyon érdekes volt látni azt, ahogy az emberek reagálnak, ugye ez a terápiás kutyás irány, vagy terápiás macskás, vagy mindenféle más állatos. A másik, amit mondasz, az meg az otthoni állattartás. Igen. Az otthoni állattartásnál most nem tudom, hogy ez a cikk éppen kiket vizsgált meg, hogyan, de egyértelműen látszik, most a Covid alatt csináltunk pár ilyen felmérést mi is, és egyértelműen látszik, hogy az embereknél az, hogy az állat támogat pszichésen, az egy nagyon erős vonal az állattartásban, és alapvetően a kutyáknál egyébként. A macskáknál is kijön ugyanez a hatás, nem minden más állatnál, de egy érdekesség, hogy a kígyónál is lehet ugyanilyet mutatni. Tehát akkor van egy szerző, aki kígyókat vizsgált, és kígyótartókat, és hogyha van az embernek egy saját olyan kígyója, amit ismer, és tudja, hogy viselkedik, ezek alapvetően nem mérges kígyók szoktak lenni, hanem férfiak, óriás kígyók. És mindenki gondolja, hogy a kis állattartásra. Így van, de hogy az is jó hatással. Tehát amilyen állattal jó a kapcsolatod, és aminek, és szerintem fontos, hogy akivel tudsz kommunikálni, és aki valamilyen módon reagál a te viselkedésedre, és te is tudsz az övére, azzal kialakítható. Mondjuk, hogyha egy idős ember tart egy kanárit otthon, vagy ne egyet, de mondjuk, hogyha olyan madarat tart, ami társas, izé tartson többet. Igen, ez a tapsi-hapsi cím. Hogy a nyulak egyébként elég durvák tudnak lenni, de hogy bármilyen állattal ki tudod alakítani azt a... Hát eléggé territoriálisak, és tudnak csúnya dolgokat, mivel nagyon durván tudnak rugni, támadni, fenyegetni. Most a közös szomszédom nyulai elkezdtek alagutatásra. Ez nagyon durva, a kerítés mellett van egy ilyan futtatójuk, és egyszer csak azt láttam, hogy elindul egy alagút. Van egy nyakig is ásnak, de én nem látom a végét. A remény rabjai. Nagyon durván ásnak alagutat, igen, és nem tudom, hogy hova fognak kiukadni, de hogy a nyulakkal is ki lehet egyébként, meg tengeri malacsal, hörcsöggel, szóval. Van egy rajzfilm, pont nem olyan rég beszélgettem erről a barátaimmal, Gréti a címe, magyar rajzfilm, és arról szól, hogy egy kutyának esetleg a kedves nézők, hallgatók keressenek rá, fönt van a YouTube-on, arról szól, hogy egy kutyának a nézőpontjából mutatja be a családot és az életét, és az emberi hang, egyébként zseniális szinkronhangok vannak az egyes karakterek mögött, az emberi hang beszéd visszafele van játszva, és csak bizonyos szavak vannak normálisan lejátszva, tehát a jó kutya a leül, azok így, ahogy hangzik, viszont az előtte, utána lévő emberi szöveg, az még visszafele. És az, igen, és azon gondolkoztam, mert belenéztem a filmbe, és emlékszem is, hogy régen láttam, de tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki kutya kedvelő vagy kutyatartó, hogy sokszor gondolkoztam azon, hogy amikor nekem
rossz periódusom volt. 17 éves koromban halt meg sajnos a kutyánk daganatban, a csahos, hogy sokszor éreztem azt, hogy próbálok vele kommunikálni, amikor nekem rossz passzom van, és sokszor le is vette, hogy nem érzem jól magam, de hogy a kutya tud, tényleg átveszi-e a hangulatunkat, illetve a másik kérdésem, hogy ő tud-e valamennyire előre gondolkodni. Vagy ugyanolyan, lehet, hogy a kérdés nem túl pontos. Teljesen jó a kérdésed, hogy ne tudna előre tud gondolkodni, ezt látjuk néha, amikor persze, vadászik meg. Nem a vadászás, nem mindenféle. Tehát otthon, amikor kiismeri, hogy ki mit, hogy szokott, tudja, hogy ki mikor fog leülni a kanapéra, amikor felejti az asztalon a kaját, mennyi idő, amíg elalszik, akkor hogyan tudja ellopni onnan. Tudja azt, hogyha nálunk például simán be tud azzal csapni, hogyha számon tartja, hogy a macskát megetettük, akkor utána kivár mondjuk egy 10-15 percet, utána úgy csinál, mintha kint valami égtelen nagy esemény lenne, hogy most azonnal engedjük ki házat őrizni, kirohan, és az ajtó nyitásával abba hagyja az ugatást, és elstartol a macska kaját megnézni, hogy még maradt-e neki valami. Tehát, hogy ne tudnának előre. Terveket szőnek? Inkább erre akartam. Vagy ezek ilyen rövid távú? Ne, a kutyánknál szinte nincs. Tehát, hogy most az a tanulásról beszélgetünk igen, már, igen. És anélkül, hogy nagyon szakmáznánk, tehát, hogy tudnak tanulni, mindenből tanulnak, és előre tudnak gondolkodni, és nem felejtenek. Tehát, hogyha egyszer-egyszer valamit megcsinálsz, és neki az fontos, biztos, hogy meg fog maradni. Miénk például megtanultak tavaly cseresznyét szedni, mert végignézték, ahogy cseresznyét szedünk, úgyhogy most már az alsó ágakat azokat. Persze, igen. Melyik igen. Hozzák az alulétrát. És néha ez az idő kérdése csak, mert kimagozza, ha van ideje, mondjuk, de ha tudja, hogy valaki nyakon csípi, akkor nem akkor sürgősebb annál. De hogy tudnak, persze, hogy tudnak előre kombinálni ilyeneket. A másik, amit kérdezte, hogy átveszi azért a hangulati állapotomat, ez szerintem nagyon sokban múlik a kapcsolatotokon, aha, meg a kutyának a személyiségén. Mert lesz olyan kutya, aki melletted él, nagyon szeret, de egyébként nem azt mondom, hogy leszarja, mert az egy erős kifejezés lenne, de hogy úgy éli a maga világát, és az fontos számára, hogy az neki jó legyen egy csomó mindenben. Ettől még figyelni fog rád, vagy elkezd bohóckodni mondjuk, vagy hasonlók, de vannak érzékenyebbek. A lógosfülűek például rendszerint ilyen érzékenyebb személyiségűek szoktak lenni, ők nagyon bele tudnak helyezkedni, empatikusak igen. tudnak lenni. Egyébként a kutyáknál van empátia, a meggyőződésem szerint, más állatoknál is tudjuk, hogy van. Tehát, hogy ez egy működő dolog, úgyhogy át tudja venni. Az egy nagy kérdés, hogy hogy reagál, hogy akkor mind a kettőnknek rossz kedve van, és együtt szomorkodunk, vagy pedig igen. jön és hoz egy labdát, hogy na jó, akkor váltsunk, és csináljunk valami jobbat. Igen, ennél. Ne felnedd itt magad. Mondtad a logó, bocsánat, a lógófülű. Az ennyire érdekes, hogy a lógófülű az empatikus. De hogy ez a nagy kérdés, hogy azért lóg-e a kutya füle, mert empatikus, vagy azért empatikus, mert lóg a füle. Mert hogy az ember azt gondolja, hogy sokkal cukibb egy lógófülű kutya, ugye, mert a hegyes fülű kutyáktól félünk, ahogy a farkastól, meg a rókától. Nem, és nem mindegyik lógófülű ilyen, mert most, hogyha a Kalambora meg a Basset-hundra gondoltok, azért nem biztos, hogy ugyanolyan, mint mondjuk egy retrievernél nézni, hogy milyen, vagy mondjuk egy spánielnél. Meg én nem szeretem, amikor nagyon-nagyon rákategorizálunk kutyákra, mert azt szoktuk mondani, hogy egy fajtán belül néha egyedek szintjén akkora különbségeket látsz, hogy néha nagyobbakat, mint mondjuk fajták között. Tehát, hogy azért óvatosan ezzel, mert ugye a Münsterlandia kis általában viszonylag kezelhető, szoktak lenni nálatok, sikerült belefutni. De hogy a lógófülűeknél gyakrabban látjuk, hogy egy kicsit lelkizősebbek, inkább azt mondanám. Értem. Mi baj, semmi? Ne ilyen. Kicsit hátra mennék a csirkékhez. Megértem. Most kikaparom ezt a csontot. Igen. És az egy olyan érdekes dolog volt, amikor én a kutyámmal beszélgettem, hogy ugye nagyon pici, 4 hetes, 5 hetes kora, vagy lehet, hogy talán kicsit idősebb volt, oda került hozzánk, és ahogy cseperedett, hát lett belőle egy ilyen közepes, marmagasságú vadász kutya, tulajdonképpen a sünökre nagyon-nagyon ment, tehát őt abszolút nem zavarta, hogyha szana szétállt a szájából a tüske az éjszaka leple alatt, de volt egy pillanat, amikor talán valami rosszat csinált, és akkor nem tudom, valamit elvitt, vagy lecsent az asztalról, és akkor én nem mentem le hozzá egy szintre, nem googoltam le, azt hallottam, hogy az nem jó, hogyha az, lehet, hogy ez is hülyeség, majd kioltod esetleg ezt a tévhitet, és nem, de próbáltam belenézni a szemébe, és azt vettem észre, hogy a következőt csinálja,
mondjuk az vagyok én ott, akik néztek, kedves nézők, és akkor elfordította a fejét, és így még tartotta a kontaktust velem, de érezte, hogy inkább akkor elnéz, hogy konfliktust kerül. Igen. Ugyanakkor egyszerre féltem, hogy ezzel az elfordult fejjel esetleg nem fog-e támadni, de hát nyilván csak... Ez egy gyönyörű kommunikáció abban, amikor nyomsz egy kutyát, mert valami rosszat csinált, igen, vagy nem. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert nagyon sokan bedőlnek ennek, amikor ugye hazamennek a munka után, utána otthon megtalálja a szétrágva a papucsot, ne adj Isten a kanapét, meg még durvább dolgokat. Egy több kutyás rendszerint a gazda elkezdi kérdezni, na ki volt ez, ki csinálta, ki volt ez a bűnös, akit meg kell büntetni. És ilyenkor abból szokták következtetni, hogy ki volt, hogy melyik kutya fordul el jobban, igen, melyik igen, húzza igen, be igen. a farkát, mutogatja a hasát, úristen, megadta magát, tuti, ő a bűnös. Nem, ez egy nagyon erős kommunikáció az ember részéről, és a legtöbb kutya erre úgy válaszol, hogy kitér. A kitérésnek az egyik módja az, hogy elfordítom a tekintetemet. Először csak elnéz, aztán ha az nem elég, akkor elfordítja a teljes fejét. Utána el fog fordulni testtel, utána el fog fordulni teljesen. Utána mondjuk ásít egyet, nyújt egyet, igen. Szóval, hogy nagyon rolható szépen ugye. Beszélgetnek. Igen, és ilyenkor az ásítás például az már egy olyan jelzés, aminél azt látod, hogy feszültség van mögötte. Ma ezeket inkább már csak stresszjeleknek, mondjuk nem is oldójeleknek, tehát azt látom, hogy nagy benne a stressz, és utána például a kutyán nem tudom, megtette azt a végén, hogy amikor már elengedted, akkor utána megrázta magát, és jó, utána jött. Igen. Na, szóval, hogy olyankor old ki. Ez amikor így... Amikor lerázza magát. Lerázza. Olyan, mint hogyha vizes lenne, de nem vizes, és olyankor elengedi azt a feszkót, és akkor újra tudunk kapcsolódni. És ez nagyon fontos, ez kommunikáció, hogy az feszkó, és nem bűntudat. Igen. Tehát a kutya nem érez bűntudatot. Vizsgálják most egyébként, ez több kutató is ráállt, hogy van-e bűntudat a kutyának. Ebben most biztos, hogy én nem mennék bele, mert vannak érvek pro meg kontra is. Ez egy érdekes terület, hogy mit nevezünk bűntudat. Mindig az amikor kutyánknál beszélgetünk, ilyenkről tud-e féltékeny lenni. Oké, de mit értesz féltékenységen embernél, mit értesz féltékenységet egy kutyánál? Szóval ezek a bűntudata is ugyanez a bajom, hogy mitől fogom bűntudatnak nevezni. Tudja azt, hogy rossz, hogy ő elvette az asztalról, vagy pedig csak azt tudja, hogy ha elveszi, akkor megbüntetem érte. A kettő nem pont ugyanazt plusz fogja ugye jelenteni. Tudja-e, összeköti-e ő a büntetést az elvétellel, mert ő elvette az asztalról, mi megjövünk a strandról egy óra akkor múlva. Akkor már nem, egyébként. És akkor csak az van, hogy a kutya azt gondolja magába, hogy na megjött az idegbeteg. És nem azért van a kert végébe, mert hogy ő elvette, hanem azért van a kert végébe, mert már látja, hogy jövök be a kapun. Pontosan, azt és hogyha ezt többször eljátszuk, akkor ilyenkor van az, hogy nincs például üdvözlő viselkedés hazajövetelkor, mert tudja, hogy néha random bunkó vagyok, néha megörülök neki, ő nem köti össze azt, hogy ő egyébként 6 órával ezelőtt rágta meg a papucsomat, igen, mert neki az már akkor sehol. Tehát a kerítésemből a kukára rakott 12 darab lítium ion cellát, és Guszti kibontotta, és én arra körülök, hogy nem robbant fel a szájában, de tényleg, és akkor így nem volt üdvözlő viselkedés, mert már látta rajtam, hogy így lítium ion cellák a kertben. És egyébként, amikor elég gyakran tapasztaljuk, amikor elmegyünk túrázni, hogy megjelennek a túra az erdőben, ezek a nagyon pici, remegő lábú csivavák és yorkik, és én sajnálom őket, mert látom, igen, hogy azt a 3 métert nem bírja megtenni, vagy fölkapják az ölbe a gazdik, akik jaj, szegény, úgy elfáradt. Akik fehér cipőben vannak. És magas sarkú cipőben természetesen. Honnan lehet tudni, hogy ki ez, aki nem fog köszönni az erdőben, fehér cipő van rajta. Mert az lehet, hogy nem figyelni. Most figyelem. De hogy ezek a kutyák, ezek a picik mennyire bírják a terhelést? Ezek ugyanúgy kutya-kutyák. Tehát, hogy a kutya az kutya, mindegy, mekkora. Hogy miért nem? Az a gazdáról szól, meg amiket mondtok, ezek az ilyen nagyon jellemző sztereotípiáink, de például láthatsz Yorkival, az előbb említetted a csivavát, tök komoly védőviselkedést lehet bennük aktiválni, láthatod őket agility versenyen, meg nem tudom méhol. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok múlik a gazdán, hogy mit néz ki a saját kutyájából, meg hogy mik az elvárásai. Ezt nézi ki, hogy nem tud fölmenni a lehető. Igen, hogy ki mindjárt kiesik a szíve. Igen, de a túlféltés az egyébként nagyon jellemző, a kisebbeknél főleg jellemző, a nagyobbaknál más, és azt is lehet látni, van egy olyan, hogy small dog problems, vagy már nem emlékszem pontosan, hogy van a definíciója, de hogy a kis méretű kutyák, tehát ott fajtát meg se határozunk, hanem a kis méretű kutyáknak a viselkedés problémái, így egy csokorban, ez egy leírt együttes
teste diagnózisként szerepel, és itt van egy csomó minden meghatározva, például a kötődés erőssége. Uh-huh. Nagyon gyakran sokkal erősebb a kötődés. A másik, hogy nagyon sokszor megengedő nevelési elvekkel nevelünk. Mert tehát, a kicsi, kicsi úgy, jaj, nem csinál maszkát, vitórázom, vissza tudom rántani, nem kell láb mellett hát, jönni. Meg az előbb a Rottweilert emlegette, tehát, hogy egészen más dolog mondjuk egy kölyköt úgy nevelni, hogy tudom azt, hogy hát, ha majd megnő, akkor tokkal vonóval lesz mondjuk 4 kiló 20 deka, és akkor hát harabdálja a kezemet, kit szavar, de egy Rottweilert, amikor nevelek és harabdálja a kezemet, akkor azért az emberbe csak megjelenik, hogy 40 kilós lesz, igen. És azért hát. Beültek a Starbucksba, azért nem minden. Hogy viselkedik. Jó, ezt a Starbucksot nagyon jó, hogy mondod meg általában ezeket. Ez egy új irány, ez a menjünk romkocsmázni a kutyával, meg nem tudom én hasonlók. Én engem ettől részben a hideg le, de inkább azért, mert meg tudják ugrani ezt is a kutyák, csak én abba hiszek, hogy akkor jó ez az egész, hogyha mind a kettőnknek jó. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy egy kutyának, azt, hogy egy romkocsmában ülünk, ordít mondjuk a zene, soha nem voltam romkocsmában, szóval remélem, hogy nagyjából jó, amit mondok, de hogy egyszerűen baromi sok ember, alkoholszag, zenekar a háttérben, nem tudom, és egy olyan fajról beszélünk, akinek a hallása mondjuk messze-messze jobb, mint a miénk, a szaglása messze-messze jobb, mint a miénk, és erre bekényszerítem, mint tudom, ilyen 2 órára, vagy 3-ra, tehát minek? Az is eszembe jutott még közben, hogy vajon azzal, hogy ennyire kinyílt a világ, a munkahelyek, a boltok, hogy minden kutya, sok minden kutyabarát, uh-huh. vagy állatbarát, az... Arra emlékszem, hogy most nem olyan rég tartottunk egy csapatépítőt egy cégnél, és egy tacskó volt bent a csapatépítő alatt. Nagyon aranyos volt, mindenki félt attól, hogy rá fognak lépni, mert hogy kicsike, alacsony, és mindig, tehát jó, nagyon nehezen lehetett, viszont az volt a nehéz, és itt a toleranciára szeretnék csak kiukadni, hogy ez a tacskó nagyon büdös volt. És mindenkin látszódott a feszültség, hogy rá sem... Kis mirigyét ki kéne nyomogatni. Hát igen, tehát hogy ez az, hogy ennyire... én abszolút állatbarát vagyok, és állatmániás, uh-huh. akkor is, hogyha most éppen nincs állatunk, de van 11 macska, akik a szomszédból mindig átjönnek, tehát ilyen értelemben valahol állattartók vagyunk, de hogy alapvetően a kutyának az IKEA-ban jó, vagy neki tök mindegy? A kutyától függ. Jó, tehát, hogyha úgy nevelted, és látjuk ezt például a segítő kutyáknál is, hogy úgy nő föl a legelejétől kezdve, hogy az a normál életterébe fog tartozni, akkor hogy ez... a gazdival bemegyünk az IKEA-ba, mert mondjuk egy hallássérült gazdánál ott kell, hogy legyen. És jelezzen, hogyha ha üzenet jön mondjuk a telefonon, vagy bármi van, vagy ajtónyitásnál, vagy akárminél. Tehát, hogy neki az a normál élettérhez hozzátartozik. Hozzáteszem, ezek a kutyák például nem nagyon kommunikálnak veled, amikor te ott elmész, mert ő a gazdájára figyel. Igen, ez kecsetlen. Egy másik jelenség a családi kutya, akit úgy szocializálunk, hogy mindenhova viszem magammal. Némelyik kutyának bírja a személyisége, némelyiknél azt látom, hogy már az elejétől kezdve nem komfortzóna neki, de meg tudott tanítani. Az a kérdés, hogy csak erről szól az életünk, vagy van mellette más, ami viszont inkább a kutyáról is szól, mert én mondjuk, ha abban gondolkodom, hogy egy órát sétálunk az IKEA-ban, nem tudom, mennyit szoktak az emberek így sétálni. Oké, az 5 az már nekem így a határ. És azt sem veszed meg, igen. Jó, szóval az 5 az már egész biztos. Szóval az 5 óra sok, de mondjuk egy óra az elviselhető mérték, és akkor, hogyha kimész és utána labdázol egyet, mert elmész a rétre vele tombolni egyet, akkor semmi probléma ezzel, mindenki kvázi ott volt. Inkább az, hogy megtanul-e otthon egyébként nélküled ellenni, kell egyébként, hogy a kutya tudjon nélküled ellenni, mert ez érdekes kérdés szerintem, mert én azt gondolom, hogy nem. Tehát egy kutya nem arra van kitalálva, hogy napi 8-10 órában tök egyedül legyen, viszont az se jó, amikor soha nincs magánszférája a kutyának, hanem mindig mindenhova rángatom magammal, folyamatosan igazodnia kell, folyamatosan olyan ingerek érik az IKEA-ba, én azt gondolom, hogy a gazda nem a kutyájára fog figyelni, hanem a beépített szekrényekre. Igen. Szóval, hogy onnantól kezdve biztos, hogy jó az, hogy fűfavirág lerohanja, hogy jaj, de cuki, és anélkül, hogy ezt akarná, nyakába zúdul 3 gyerek. Szóval nem mindig jók. És amiről nagyon izgi lenne beszélni, az a menhelyes kutyáktól való félelem esetleg, hogy én nagyon szívesen hoznék haza egy menhelyes kutyát, de van bennem valamiért egy lehet, hogy így a köztudatban az van, hogy soha nem tudhatod, hogy milyen előélete volt annak a kutyának, de hogy a kutya például el tudja valamennyire, le tudja zárni a múltban történt nagyon sok fizikai vagy lelki sérülést, és én tudok egy menhelyes kutyát kvázi újra aklimatizálni, uh-huh. vagy valami ott mindig van, amit esetleg bennem,
ezért nem feltétlen ezért, de nincs most kutyánk, de hogy ha belevágnék egy ilyenbe, akkor nyugodtan beledőlhetek a kutyába, és abba a nevelésbe, amit majd adok, és kölcsönösen neveljük egymást, és nem kell félnem, hogy egy menhelyes kutya esetleg traumatizáltan kerül bele egy olyan életbe, ahol egyébként nincs trauma. Jó eséllyel lehet traumatizált, és nem tudom, mennyi időtök van erre a podcastben, de úgy beszélgethetünk róla akár egy napot is, tehát ugye menhelyes kutyákat. Hát a viselkedés terapeutaként pont, hogy a traumatizált kutyák. Nagyon köszönnek. Sokszor vannak traumatizált betegek, és a trauma az ugyanúgy, mint embernél működik, kutyánál ezt CPTSD-nek nevezzük, és van rendesen PTSD kutyánál is. Ami a gond vele, hogy a menhelyeseknél inkább én azt mondanám, hogy a nagy félelmek részben abból jönnek, hogy nem bízunk abba, ahonnan hozzuk. Igen. És hogy nem, nagyon sokszor látjuk, hogy befogadnak emberek úgy menhelyről a kutyát, hogy nem kapják meg még azt a minimális információt sem, ami esetleg meg lenne. A másik a részben a menhelyesek védelmében, hogy a egy menhelyek védelmében, hogy egy részét nem is látod a menhelyen. Tehát például azt, vannak ilyen intő jelek, hogy egy kutyát január elején találnak meg, jó eséllyel félhetett a tűzijátéktól, mert miért pont akkor szökött meg. Jó, vagy nyáron nagy zivatarok után az előrevetíti, hogy esetleg viharfóbiás lesz a kutya. Ha látod azt, hogy retteg minden szembe jövő férfitől, akkor simán lehet, hogy bántalmazta a férfi, de hogyha a retteg úgy általában az emberek nagy részétől, akkor az vagy azt jelenti, hogy rossz tapasztalata volt, vagy azt jelenti, hogy nem volt egyáltalán tapasztalata. Tehát innentől kezdve ez már olyasmi egy kicsit, mint egy ilyen nyomolvasó, nyomozói munka, kitalálni ezeket a dolgokat, de igenis lehet nagyon jól rendbeszedni ezeket a kutyákat, tudni kell, hogy mire kell figyelni, és azt, hogy egy menhelyes kutyánál azt, hogy ő milyen személyiségű, azt majdnem egy év mire látni fogod. És amikor nagyon komoly problémával hozod el, tehát például extrém félelmi problémákkal, akkor az, hogy milyen az igazi személyisége, azt akkor fogod látni, amikor majd a félelmeken dolgoztunk, kioldottuk, és már nem fog félni, és akkor simán kiderül, hogy lehet, hogy egyébként még van más mögötte. De ettől még csodás dolog menhelyről a kutyát elhozni, tehát hogy ezt szerintem senkit ne tartson vissza. Én azt szoktam kérni a saját pácienseimnél, vagy gazdáknál, hogy igen, ez mindig keveredik nálunk a páciensek a gazda, de a gazdáktól, hogy igen, hogy ne. Lesebest, hogy most nem tudom, hogy a betegem van, és így nem tudtam, hogy igen, még lábú vagy. Nem, a betegem van az általában, igen, az állatot jelenti, de hogy az a jó, hogyha a menhelyről olyan hoz el kutyát, akinek már valamennyi kutyás tapasztalata van, mert ott már legalább megoldó kulcsaim lesznek. Nagyon kezdőként jó. Én nem szeretem, hogyha menhelyi kutyát hozunk el, mert nem, vagy akkor hozunk el olyan kölyköt, aminek ismerem legalább a szüleit, tehát hogy valami plusz infom legyen róla. Igen. Meg a legdurább, hogy emberek általában a saját traumáikat sem teszik rendbe. A saját... És úgy vállalnak kutyát, hogy... Igen, hogy de ez egy érdekes dolog, hogy a kutyázás segít. Szerintem egy nagyon jó önismereti út egyébként, és nem egyszer látjuk a gazdáknál, hogy amikor egy kutya kapcsán rájövünk, hogy szorong, és én már így több évtizeddel lassan a hátam mögött bemerem azt vállalni, hogy ilyenkor szólok a gazdáknak, hogy az ő lelke az hogyan hat a kutyájára, és hogyan lehetne ezen úgy dolgozni, hogy rendbe szedjük, és ugye én ugyan a humán pszichológiát tanultam bőven, de nem vagyok humán pszichológus, tehát ilyenkor azt szoktam kérni, hogy keressen akkor ő egy szakembert magának, én dolgozom az ő kutyájával, vagy segítek abban, és nagyon szépen lehet látni, például traumákban is volt olyan eset, ahol a kutya is traumatizált volt, a gazda is volt olyan, ahol együtt traumatizálódott kutya és gazda, és ezeket csak úgy tudom rendbe hozni, hogyha az emberi részét is rendbe szedjük. Úgyhogy, de és ezeket egyébként azért a többség meg tudja ugrani. Na, a kutya a lélek tükre. Ölém is uram. Hát, igen. Vannak ezek a mondanak, a kutya az ember legjobb barátja, igen, ugyanak, hogy a nevetés a legjobb orvosság, de ha erről megkérdezel egy orvost, azt fogja mondani, hogy igazából az orvosság a legjobb orvosság. Én is azt mondom, hogy a nevetés jó lesz. Egyébként például a pszichoszomatikus betegségeknél, ha rágyúrunk arra a kutyáknál, hogy kevesebb legyen a stressz, és minél több jó élménye legyen, és nevessen kvázi, tehát érezze jól magát, szerintem csodákat lehet vele művelni. De ugye, hogy a kutyák tudnak vigyorogni? Tudnak, és van humoruk is. Igen, az biztos. Szerint, igen, az biztos. Persze. Egyébként tudnak mosolyogni is, csak a mosoly nem mindegy, hogy értelmezi az ember, mert a mosoly az egy nyugtató jelzés tud lenni bizonyos szituációban, és egyáltalán biztos, hogy jól érzi magát. És például ezt szoktuk tanítani, vagy szoktam tanítani állatorvost a hallgatóknak, hogy ismerjék fel rendelőben a különbséget, hogy amikor egy kutya úgy néz ki, hogy ilyen rettentő cuki, lesimulnak a fülei, meg úgy néz ki, mint aki mosolyog, és közben emelgeti a lábát, hogy pacsit adjon, szóval ennek ne dőljünk be, ez a kutya eszmetlen stresszes, és léci kezd el valahogy kioldani.
Csak valahogy kötődni akar, vagy miért csinálja ezt? Nem, adja azokat a nyugtató jelzéseket felém, hogy ő nyugi, és ő nem akar semmi rosszat, és lécitese. Csak általában félreértjük, és ilyenkor általában oda megyünk, jaj, de cuki, adja egy pacsit, megsimogatom a fejet, tetejét, és sírni tudnék néha, hogy de kommunikálunk. Mit kéne vele csinálni? Például félrefordítani neked is a fejedet, például elmenni oldalra, kihívni, meg kérni tőle valamit a gazda, hogyha kér egy ültetést, egy fektetést, lejutalmazni, utána megint körívem mozogva menni egy picit felé, utána úgy nyúlni felé, hogy csak rá se nézek oldalról, legugolni mellé, egyébként mondtad ezt a legugolást, nem minden kutya mellé gugolgassunk, persze, hogy a csúnyán morog rá, gugolgassunk, abszolút, nem szabad, nem. De például ezeknek nagyon sokat tud segíteni, és akkor elfordulok, úgy adok juti falatot, hogy oda se nézek, csak a szemem sark, és akkor gyönyörűen ki lehet oldani őket. Milyen jó lenne, hogy az emberi kommunikációban is működnének ezek, mint amit a kutyákkal próbálunk, hogy sokkal, tehát tényleg elfordulok a kollégámtól, vagy attól a szomszédtól, hogy megvereget a vállát, és akkor tényleg... De annyi mindent lehet tanulni. Nagyon, tehát, nagyon. Hogy Ági, aki humánpszichológiát is tanult, és kutyaviselkedést is, hogy egyik tudását tudja a másiknál kamatoztatni. Igen, egyébként nagyon jól jön, de nem véletlen ez a párosítás, mert jól jön. Ha macskákról beszél. Beszélhetünk a macskákról. Nagyon sok macska van. Több macska van most, mert ugye több is volt, mint kutya, és nagyon terjed az otthoni, csak lakáson belüli macskatartás, és na, a macska nem mindig viseli ezt jól. Na, akkor lehet egy macskás adásunk, mert arról még egyáltalán nincs tapasztalatom, sőt allergiás. Nekem vagyok. Arról is van. Igen? Allergiás. Tényleg allergiások a macska szőre. Ami akkor lenne kitolás, ha macska lennék, de igen. Hát ott vannak a szfinxek, ugye? Aminek nincs. Igen, de hogy állítólag nem is a macska szőre vagy allergiás, hanem a nyálára, amivel nyalogatja, meg a hámsejtre. És egyszer volt nálunk egy kopasz macska egyébként, mert a feleségem, mindegy, a sógoromnál volt egy macska, elutazott, és a feleségemre bízta 3 napig még, akkor Gazdagréten laktunk, vagy panellakásban, és mondom, de értsd meg allergia. De ennek nincs szőre, de mondom, a hám... És tényleg fél óra múlva minden. Ennél már csak az szomorú, mikor az állat lesz allergiás az emberre. Ilyen is van. Van ilyen, igen, és az még nehezebb téma, úgyhogy... De mit tűzszük a kutyába? De hagyjuk meg a bőrgyógyászoknak, de tud emberi hámra ugyanígy allergizálni egy kutya is, tehát, hogy... Úristen. Hát ez kimeríthetetlen. És akkor még nem beszéltünk a pupilláról, ami szerintem tök érdekes, hogy a kutyáknak miért ilyen, a farkasoknak miért olyan, a csimpánzoknak. Oh. De ez olyan érdekes, ugye, hogy azt mondják, hogy a szürke farkas a kutyának a legközelebbi rokona, de hogy ez ilyen vállalhatatlan rokon, nem? Tehát, mindenkinek van egy ilyen, lehet, hogy a legközelebbi rokon, de biztos, hogy nem hívom meg karácsonyra, hogy a szürke farkasban jön a városban. Igen. Hát igen, beszélhetünk még ilyenekről egyszer. A farkas hibridek például van, ugye nálunk nincsenek el az égnek, így, de Amerikában vannak, és a top listákon, a harapási listákon, meg a fatálisokon azért ott szoktak lenni az elején. Úgyhogy azért senki ne tartson farkast, kutyám se örülnének idején se. Hát, nálad olyan lehet, mint Doolittle-nél, nem? Hogy gyakorlatilag annyi állat van, hogy, vagy egy Gerard Darrell pillanatképet így el tudok képzelni. Hogy, hát igen, épp mondta a lányom, hogy ő is most realizált, hogy azért ők nem átlag gyerekként nőttek föl. mert hogy ő, hogyha elmegy bárhova vendégségbe, ő se tud ettől szabadulni, hogy azonnal olvassa azt, amit a kutya mond, hogy miért így viselkedik, miért úgy, és ez egy olyan fajta tudás, hogy így nem tudod félre rakni, hogy jó, akkor én most csak úgy ilyen átlag ember vagyok, mert azonnal rááll az ember szem, hogy oké, lép már egyet hátra, mert látom rajta, hogy szorong, és nem jó neki. Úgyhogy, de igen, és mindegyik állathoz valami újat, most épp a csirkék a nagy szerelem. Ó, igen. Zseniálisak egyébként, én zseniálisak. És tök jó fejek akasod, mert nem kukorékol, annyira jó fej. Tényleg. Olyan szívesen lennék egyszer nálatok állat. Hogy vajon, hát az nem biztos, hogy annyira egyszerű. Ki kell várni a sorodat. Felészesetlen. Rád kerül a sor azért. Hát majd egy óra. Igen, végig etetni mindenkit. Nekik nagyon jó lehet, izgalmas élet. Meg izgalmas, is igen. Meg tanulságos. Ági, téged hogy lehet elérni? Hogy akkor már kicsit promózzunk, hogy... Jaj, van egy olyan e-mail címem, hogy viselkedésterápia@gmail.com, és azon lehet kvázi elérni, hogyha ilyen viselkedéses témában. Jó, de jó.
Hölgyem is. Ha valakit érint, írok is. Viselkedésterápia kukac@gmail.com. Na hát akkor köszönöm. Dr. Sátori Ágnest mindenki köszönöm elérheti. Köszönöm szépen a meghívást. A kutyaviselkedés. Jó volt. És még egy történetet hadd mondjak el a végére, és ezzel átevezünk majd a következő epizódra, hogy egy ilyen nagy nemzetközi cégnél állásinterjú volt, és behívták a következő jelölten, bejött, és jött mellette egy retriever. Póráz meg minden nélkül, csak úgy, és a fickó, a jelölt fiatal srác leült a székbe, bennéztek azért ott a HR-esnek, kikerekedett a szeme, meg a ügyvezetőnek, elhozza a kutyáját állásinterjúra, de nem zavart sok vizet a retriever, leült, aztán így lefeküdt ott az asztal mellé, srác mondta, kérdezgettek, aztán retriever így gondolt egyet, és oda ment az ajtóhoz. Néztek, és akkor a srác fölállt, kiengedte. És becsukta az ajtót, és akkor mondta neki a HR-es, hogy most, hogy a kutya kiment, tehát, hogy miért nem mert a kutya előtt megkérdezni. Megvártam. Tudod, nem teszel fel a másikról kérdést, úgyhogy ott van, megvárod, hogy kimegy. És kiment a kutya, és kérdezték, hogy miért gondolta, hogy jó ötlet egy állásinterjúra elhozni a kutyáját. És mondta, hogy én azt hittem, hogy maguké. Egy retriever. Becsatlakozott. Csak úgy spontán részt vett egy állásinterjúra, és elegelet kiment. És fölvették, nem tudod, fölvették a srácot. Fölvették, yes, igen. Hát ilyen után. És ezzel nevezünk át következő témánkba, ami majd a HR és az állásinterjú lesz, kedves frissen diplomázó egyetemisták, csak hogy némi támpontokat nyújtsunk majd nektek a nyári és az őszi állásinterjúkhoz. Nagyon ez szépen fontos. Köszönöm Sátori Ágnesnek, hogy itt volt, és ilyen eszméletlen hasznos információkkal gazdagított minket. Nagyon veled, és köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.